Az Európai Parlament az összes tagország fővárosában, így Budapesten is működtet egy kapcsolattartó irodát, amin keresztül az állampolgárok sokkal közelebb érezhetik magukhoz az általuk közvetlenül megválasztott testület munkáját és döntéseit. Az irodák kiemelt feladata a kapcsolattartás, a tájékoztatás, akár a médiával való közös programok szervezése, és nagy fókusszal figyelnek a helyi fiatalok elérésére is. Az irodáknak a feladata az európai parlamenti képviselőkkel való közös programok szervezése, platformot biztosítunk számukra, tájékoztatjuk az Európai Parlament tevékenységéről a hazai sajtót, illetve a hazai közönséget. A járvány alatt a magyar kapcsolattartó iroda millenáris parki bázisa egy távülésteremmé változott át. A plenáris ülés körül a kapcsolattartó irodák, így irodánknak is számos dolga van. Az egyik legfontosabb dolog az, hogy most így a pandémia idején tudjuk biztosítani az úgynevezett távfelszólalás lehetőségét is. Így most ugye jelenleg Strasbourgban beszélgetünk, de az otthoni irodában a képviselők folyamatosan érkeznek hozzánk. Aki nem tudott, vagy bármilyen okok miatt nem tudott elutazni most Strasbourgba, azok a képviselőink otthonról szólalnak fel az irodánkból. Az iroda kiemelt figyelmet fordít a média kapcsolatokra is. Egyébként a plenáris ülés kapcsán nagyon sok sajtóközleményt adunk ki a média kollégái számára, az újságírók számára. Szervezünk háttérbeszélgetéseket a plenáris ülést megelőzően, ahol elmondjuk számukra, hogy egyébként mi fog történni a plenáris ülésen, hogy ők is könnyebben és gyorsabban tudják követni a plenáris témákat odahaza. A magyar fiatalokat pedig számos hazai és nemzetközi programmal várják, hiszen az iroda egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a diákokhoz is közelebb hozzák a parlament, és persze az Európai Unió szellemiségét.